Hello mindenkit, vagyunk a Lightroomban, és a következő néhány percben megmutatom nektek, hogy hogyan lehet a vörös véreres szemeken csökkenteni, illetve nem a szemeken, hanem ezen a vörösségen és a vérerességen. Nem fogjátok kitalálni, de egy adjustment brush-t, vagyis egy sima ecsetet fogunk használni. Nem annyira simát, mert a beállításai nyilván speciálisak lesznek, amiken még akár erősíthettek, akár gyengíthettek, szóval finomíthattok, mert nem biztos, hogy minden egyes szituációban ugyan ezt a vörösséget, meg ugyanezeket az ereket kell kivennetek a szemből, úgyhogy alakítsátok a saját kényetek és kedvetek szerint. De talán sorvezetőként jó lesz ez a néhány perc. A Photoshopban például elég sok retus eszközünk van, tehát általában ott szokták ezt az emberek megoldani, de nyilván megoldható mindez, akár a Lightroomban is már az első körben. Nézzük, hogy hogy megy. A szomszéd meg közbe hagy kopogjon. Szóval, <laughs> na mindegy. Szóval miután betöltötted a képet, és lehetőleg ránagyítottál, hogy azért lássuk a problémát, a Develop részben kattints itt az Adjustment Brush-ra. Az Adjustment Brush-sal rengeteg, hát itt most pont nem látszik, csak ha itt lenyitom, szóval az Adjustment, szóval adjustment Brush-sal rengeteg, csúszkát kapsz, nem is olyan rengeteg, egy tucatnyit majdnem legalább, amiknél erre a hármas csoportra kell koncentrálnod, vagyis a Clarity-re, a dehaze és a Saturation-re. A Saturation-re, ha lehúzzuk, ha nem is teljesen 100%-ra, de mondjuk olyan 50% körülire, akkor nagyon szépen tudjuk csökkenteni a vörösességet, tehát ugye a szemnek ezen a területén inkább ilyen szürkés szint szeretnénk, mint vöröset, ezzel tökéletesen csökkentheted. Nem kell teljesen kivennünk, tehát nem kell teljesen színtelenítenünk szürkére, hiszen akkor egy kicsit természetellenes lesz a kép többi színeihez képest. Maradjon egy kicsit emberies a szín. A dihéz és a kleritinek az ösztáncával, vagy duójával pedig nagyon szépen tudjuk elmosni a képnek bizonyos területeit, és egyben ilyen szürkés, ködös elmosást is csinálhatunk. Ugye a dihéz mínuszban ködösíti a Képet. ez tök jó, például az olyan kis finom részletek ellen, mint például a vérerek a szemben. Szóval a dihézt lehúzzuk mínusz száz százalékra, és a clarity is, később pedig majd ezen tudunk változtatni. És gyakorlatilag ezzel a három csúszka beállítással már meg is vagyunk, ugye az egér középső gombját tekergetve be tudod állítani, hogy mekkora legyen az méreted, a flow-val pedig, hogy mennyire erős legyen egy ecsetvonás, ezt állíthatod körülbelül ilyen 50% környékére is, de ha nagyon durva akarsz lenni, akkor rögtön 100%-ra, és egy viszonylag kicsi ecsettel szépen itt átfestegetjük ezeket a területeket, akár ide is belekattinthatunk. Ez egy durvább beavatkozás így, de hogyha rákattintasz, és egy delittel kitörlöd, és mondjuk visszahúzod a flow értéket, 45-50 környékire, akkor egy ecset vonással csak óvatosabban ralírozod ezeket a területeket. És így talán sokkal természetesebb lehet a képed. Egy picit ide is bele kattintunk. És itt alul a Show Selected Mask Overlay-nél megmutatja neked, hogy mely az a terület, ahol átfestetted, és hogyha mondjuk itt egy irész gombot nyomsz, tehát egy radírt, annak is beállítod a méretét, akkor azokon a területeken, ahol nem kell, hogy ködösödjön a kép, ott ki is radírozhatod. Visszakattintva, vagyis kiszedve innen a pipát, pedig láthatjuk, hogy mi a végeredménye ennek a vérerek és szemvörösesség csökkentésnek. Ugyanezt megcsinálhatjuk a másik oldalon is, nyilván itt már nem az irézzel, hanem megint visszakattintunk itt a bráshoz, azon belül is az A brassunkhoz, vagyis az A ecsetünkhez, höz, és itt is tisztogatunk egy kicsit a szemben. Ha pedig úgy érzed, hogy túl erős az, amit sikerült ide festegetni, akkor itt fönt a custom, vagy az effect sorban van oldalt a jobb felső sorokban egy pici kis nyíl. Ha erre rákattintasz, akkor az összes csúszkád összezáródik egyetlen egy amount csúszkába, ami 100%-os, tehát 100 nyira érvényesül, mint az, amit beállítottál. Ha viszont lejjebb húzod, akkor nullától százszázalékig nagyon szépen tudod állítani az arányát ennek a ködösségnek, vagy ennek a szemvörösesség csökkentésnek. Tehát beállítunk mondjuk ilyen 60-70 közötti értéket, akkor... Visszatér kicsit a természetességet, de ezek a nagyon erős erek és ez a nagyon erős vörösesség elég szépen eltűnik a képről. Hát ennyi, egy gyors korrekciós ecset, és már a Lightroomon belül megoldhatjuk a szemvörösesség és a szem erek problémáját. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem tetszett nektek a videó. Ha így van, akkor ne felejtsetek el lájkot like nyomni, és ha esetleg még nem tettétek meg, akkor feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!